Köszöntöm Önöket! Pont a Kultúráról című magazin műsorunkat láthatják. Tartsanak velem! Magas, mély, korlátolt. Ezzel a címmel nyílt meg még tavaly évvégén Bodor Csilla képzőművész kiállítása a Resident Art Budapest galériában. Képei nem igazán festmények, vannak bennük grafikai, festői, szobrászati elemek, sőt, installációknak is lehet őket nevezni, hiszen van hozzá videó, fotó, lightbox is. A tárlatot január 27-ig nézhetik meg. Érdemes, mert nagyon érdekes. Bodor Csillát bevallása szerint nagyon gyakran inspirálja a természeti környezet. Ez a Magas, mély, korlátolt című kiállításán is bebizonyosodik. A vadles, mint állandó visszatérő motívum uralja a tárlatot. A Miértről egy régebbi interjújában így beszélt. 9 éve kiköltöztünk egy erdő melletti faluba a természet miatt, ami szép, de nagyon magányos ott élni. Ráadásul a térdbetegségem miatt egy ideig mozgáskorlátozottá váltam, ami a kiállításomon szereplő alkotásokon is megjelenik. Rendszeresen járok az erdőbe, vadleseket fotózni, filmezni. Jó ott elbújni, figyelni és meditálni, van benne valami titokzatos, izgalmas gyerekkori rejtekhelyeket megidéző otthonosság. Megfigyelő lehetek anélkül, hogy észrevennének. A vadles, mint objektum, nagyon fontos esztétikai és szimbolikus tartalmakat hordoz. Azt hiszem, a címek is beszédesek. Jön, megy, nem megy, pihen, les, magas, mély, korlátolt, sekély. A testi és tudati korlátaimról szól, és remélem a változtatás szükségszerűségéről, a fontos lépések megtételéről. Még egy kiállítást érdemes megnézni. Ezt a nagy sikerre való tekintettel meghosszabbították, így március 5-éig láthatják a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban Pompej katasztrófáját. Az ott élt emberek életét, mindennapjait, hitvilágát, kikapcsolódási szokásait, harcászatát bemutató tárlatot. 120 eredeti, a Vezúv kitörését megélt tárgyat láthat a nagy közönség két helyszínen, a Móra Múzeumban és a Fekete Házban. A tárlat törzsanyaga a pompeji feltárás anyagát őrző Nápolyi Régészeti Múzeumból érkezett. A kiállítás egyediségét, különlegességét az adja, hogy a pompeji ásatás tárgyaiból kiállítás eddig nemhogy Magyarországon, de még Közép-Kelet-Európában sem került bemutatásra. Így Szeged ad otthont először ennek a páratlan értékű kollekciónak. A Móra Ferenc Múzeumban magával a katasztrófával, a Vezúv kitörésével, a közélettel, a fürdőkkel, a színházzal, az építészettel, a mindennapokkal ismerkedhetnek meg a látogatók. A Fekete Házban a gladiátorok világa, a temetkezés és az étkezés, valamint Pannonia provincia világa is helyet kap, valamint kialakításra kerül egy erotikával foglalkozó, kizárólag felnőttek számára látogatható tér is. Next Fest újra. Január 11-től 27-ig látható és hallható az Új Generáció Fesztiválja. Színház, tánc, koncert, kiállítás, irodalom, filmvetítés, beszélgetések. A legfrissebb kortárs művészet érkezik a trafóba mindenféle területről ez alatt a 3 hét alatt. Az Y-generációs művészek friss és szeretnivaló előadásait hozzák el a szervezők mindazoknak, akik ma akarják látni a jövőt. Január 17-én Cserepes Gyula Selfies című produkcióját láthatják, ami egy interaktív részvételi színház kortárs tánc előadás. A nézőket a színpadra vezetve és közöttük improvizálva, ugrálva, Gyula a tánc és a tánc előadások befogadásának hagyományos módját kérdőjelezi meg.
Ebben a közelségben, ahol a néző szó szerint és átvitt értelemben is megérintheti az előadás, a szabadság és a hozzávaló viszonyunk a kérdés. Egy önreflexió céljából létrehozott művészi térben az előadó és a néző egymáshoz nagyon közel, egyazon színpadon osztoznak, az élmény pedig győz a narráció felett. Az előadás érdekessége maga a nézőközönség is. Még egyesek a passzív megfigyelő szerepének már jól ismert biztonságát választják, mások átadják magukat az élménynek. Elragadja őket az előadás, és útra kelnek az ismeretlenbe, hogy felfedjék a lelkük és testük felszabadításának, mindnyájunk által magunkba hordozott, rejtett lehetőségét. Zseniális alkotás készült a balettról, még akkor is, ha a szereplők csupán rajzoltak. Az animációs film január 19-től látható a mozikban. Párizsban járunk, 1879-ben. A történet egy árva kislány Félisz útját követi végig a balerinává válásig. A versengés, az önsanyargatás romantikus mítoszával. Az alkotás legnagyobb erénye, hogy komolyan veszi a táncot. A koreografikus részek modelljéül ugyanis a párizsi opera korábbi csillaga, jelenlegi művészeti vezetője Aurélie Dupont, valamint társa Jérôme Bellingard valóságos előadása szolgált. Hé! Hey! Viktor, kapd el! Oh, jaj ne, már megint! Mióta csak az eszemet tudom, táncolni akartam. Ez a párizsi operaház képe. Elviszlek abba a balettiskolába, és te leszel minden idők legragyogóbb táncos nője! Viktor! Hihetetlen egy alak vagy. Álmodj nagyot! Párizsi balettiskola. Maga itt a gondnok? Igen. És lakhatsz nálam, míg a magad lábára nem állsz. Higgy magadban. Mindenki, aki itt van a teremben, esélyt kap rá, hogy felléphessen az új balettemben. Holnaptól kezdve próbajátékot tartunk. És légy sztár. Tudsz te táncolni? Igen. Legalábbis azt hiszem, tudok. Ő meg ki? Louis. Én hátam, olyan szőke. Küzdhetsz, ahogy csak akarsz, de akkor is örökvesztes leszel. Mégis hogy kapnám meg a szerepet? Mert benned van valami, amiről ő csak álmodhat. Szenvedély. Hamarosan. Szerezd meg azt a szerepet, hallod? Ha? Kövesd a szíved. Fogalmam sincs, minek örülsz, de ez nagyszerű! És tedd meg életed legnagyobb lépését. Nem szabad lemondanunk az álmainkról. Sok sikert! Balerina. Hamarosan a mozikban. Maratoni koncert folyamban mutatja be egy-egy neves zeneszerző munkásságát már 2008 óta a Budapesti Fesztivál Zenekar és a Művészetek Palotája. Az esemény nem csak egy teljesebb képet ad a zenetörténet legnagyobbjainak bámulatos világáról, de fellépési és megmutatkozási lehetőség is ez szimfonikus zenekarok, kamaraformációk és szólisták számára. Csajkovszki, Bach, Beethoven, Bartók, Mozart, Schubert, Dvorák, Stravinsky, Mendelssohn,
Mendelssohn és Schumann után idén Brahms gazdag és meghatározó életművét ismerhetik meg január 22-én délelőtt 10 órától folyamatosan, összesen 11 egyenként 3/4 órás hangversenyeken az érdeklődők. A legklasszikusabb romantikus Brahms az operán kívül szinte mindent kipróbált, a vokális zenétől a kamaramuzsikán át a szimfóniákig. Az utóbbiak méltán a koncerttermek kedvelt darabjai napjainkban is, akárcsak a német Requiem, a magyar táncok, a Haydn variációk, a zongora darabok, vagy akár a D-dur hegedű verseny. Hatása máig tart, még a könnyedebb műfajokban is többen használták fel inspirációként a műveit. Egyetlen magyar művészként jelölték Lajkó Félixet, a legjelentősebb nemzetközi világzenei szaklap a Songlines év legjobb művésze címre. A vajdasági hegedűst a Most jöttem című albumával válogatták be a legjelentősebb brit székhelyű nemzetközi világzenei szaklap jelöltjei közé, és lemezéről egy szám szerepel is a legjobb albumokat összegyűjtő és a laphoz mellékelt CD kiadványon. Az év legjobb művésze és az év legjobb zenekara szavazáson online lehet leadni a voksokat. Mindenki szavazhat egyszer, mégpedig az alábbi címen www.songlines.co.uk. Lajkó Félix önálló koncertje legközelebb február 14-én lesz Szerenát koncert címmel a Műpában a budafoki Doknányi zenekar közreműködésével. De most hallgassunk bele kicsit Most jöttem című albumába. Thank you.
Cseh Tamás, Bereményi Géza, valamint Másik János és Csengei Dénes dalaiból adnak koncertet a Vodku fiai más zenészekkel, illetve neves színművészek közreműködésével. Ebben az évben is, mint már előtte többször, tékozló fiúként énekelnek szerelmekről, kapcsolatokról, melyek fehér babák lettek az emlékezet polcain. És ezen az estén is, mint előtte többször, majd a dalok sorral leveszik őket onnan. És hallhatnak a forró városokban megélt élvezetekről, az éjszaka bezuhogó csendjében mesztelenre vetkőzött emberről, szépen libegő kislányokról, 30 asszonyról, akik minden álmukban tangót táncolnak, a metróbeli Editről, Fáskertiné csípejéről, Annákról és a kamaszkori kínokat enyhítő Éváról. Énekelnek a Vodku fiai és barátaik, az igazi ihletet adó gyönyörű fehér babák, azaz Ónodi Eszter, Grillusz Dorka, Hámori Gabriella, Tompos Kátya, Jordán Adél, Micura Mónika társaságában. A Fehér babáink előadás MOM Kulturális Központban január 22-én látható. Thank you.
A Cannes-i filmfesztiválon a zsűri nagydíját nyerte a francia sztárparádét felvonultató kanadai-francia film, melyet január 19-től láthatnak a magyar mozikban. Ez csak a világ vége. Natalie Bay, Vincent Cassel, Marion Cotillard főszereplésével. 12 év távollét után az író Louis visszatér szülővárosába, hogy elmondja családjának fértve őrzött titkát. Hamarosan felszínre törnek az elfojtott indulatok. Hiába próbálnak meg empátiával közeledni egymás felé, az egymásra figyelni már képtelen családtagok csak saját sérelmeiket és magányukat képesek előtérbe helyezni, ami aztán még több szenvedést és konfliktust szül. Xavier Dolan filmjét Kanada Oscar-díjra jelölte. 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer? Non. La famille, quoi. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Il fermerait les yeux sur les erreurs. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs, qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legfrissebb magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! We'll be right back.